Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett egy olyan vlog videó, amiben magamról szeretnék pár információt megosztani, hiszen volt egy nézőm, aki azt kérte a vlog kategóriában, hogy készítsek egy olyan videót, ami segít abban, hogy jobban megismerjetek engem, mint néző. És hát akkor kezdjük is. Debrecenben születtem, 2010.22-én, tavaly lettem 15 éves, ebben az évben, októberben leszek 16 éves, ugye én egy késő mutáló típus vagyok, tehát a hangom még nem mutált, ezért is ilyen vékony a kortársaiméhoz képest, tehát nekik mondjuk már mutált 14-13 éves korukban, de nekem lehet, hogy mondjuk 16-17 vagy még annál később is mutált, de úgy gondolom, hogy ez nem jelent olyan nagy problémát, mint mondjuk a többi betegség, hiszen ez nem betegség, csak egy kis csúszás a elterén, de úgy gondolom ezzel nincsen semmi gond. A kedvenc sportom az úszás, nagyon szeretek úszni, nagyon szeretem a gyorsúszást, a mellúszást, továbbá a többi úszást, például pillangóúszás, fürdőbe is sokszor szoktunk menni, bár így nyár fele még többször, télen nem igazán, ugye erre ad alkalmat ez a jó évszak, ugye a nyár a kedvenc évszakom, mivel elég meleg van, de hát mégse olyan meleg, hogy mégis ilyen tikkasztó hőség. Bár lehet, hogy most hazugságot mondtam, mivel egyre melegebbek a nyarak, már 35-40 fok is van az autóban, még akár 42 is fok van, tehát meg lehet sülni, egyszerűen jön a globális felmelegedés. De mivel nem vagyok időjárás jövendőlő, így nem biztos, hogy most erre a témára kitérek, mivel én ehhez nem is igazán értek. A következő információ, ami fontos lehet tőlem, hogy mi a kedvenc ételem, hogy mit szeretek enni, ez nem más, mint a spagetti, a makaróni, a mákos laska, például ugye a mákos tészta, ugye szeretem a faszújfőzeléket, a faszújlevest, a babfőzeléket, a bablevest, a borsófőzeléket, a borsólevest, tehát ugye ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket leves formájában is, a gyümölcsleves, medfőzelék, medszósz, tehát ezek a kedvenc ételem, amiket leggyakrabban szoktam enni. A kedvenc gyümölcseim közül van a cseresznye, az ananász, mondjuk amit még szeretek, meg még ugye az alma, a narancs, meg az ilyen alapvető gyümölcsök, mint például a kiwi is, ezeket szeretem, a banánnal együtt. Zöldségek közül a brokkoli, a karfiol és a további ilyen zöld zöldségek, a spenótot kivéve, hiszen azt nem szeretem, nem is eszem meg, nem is szoktunk itthon főzni, mert mivel a családtagim nagy része ezt az ételt nem szereti. Az én kedvenc idősöm Laki mégpedig azért, mert jól megválogatja a szavait, nagyon jól megvágja a videóit, ezért került a videósaim kedvenc listájára, mivel tényleg eléggé jól megfogalmazza, amit mond, nagyon jól készíti a videókat, humoros természetű, tehát tényleg nem unalmasak a videói, mint nekem, és hát ezért gondolom, hogy egy jó videós, emellett Abel von Müller is, aki tényleg elképesztő humorával emelkedett ki a YouTube-osok közül, most van körülbelül 20 000 feliratkozója, ami teljesen megérdemel, mert nagyon humoros videós, agyonvágja a videóit, de tényleg olyan szinten, hogy szinte sírok rajta, de nagyon jó humorral rendelkezik, ezért is a kedvenc videósom. A kedvenc évszakom ugye a nyár, ahogy említettem, mivel hogy elég meleg, a kedvenc ruhadarabom ugye nyáron a póló, télen pedig az ilyen melegebb kabátok, melegebb öltözet, a farmert nem szeretem, mivel elég kényelmetlen lehet, mondjuk főleg, hogyha akármilyen ünnepségen mondjuk farmerbe megyünk, elég kényelmetlen lehet, bár nem mindenkinek, mivel nagyon, de nagyon sok mindenki szereti a farmert, viszont számomra nem nyert el a tetszését, mivel elég kényelmetlen nekem ez a ruhadarab, ezért nem is hordom. Olyan sokszor inkább ilyen maszkókat hordok, bemelegítőket, amik tetszenek, és ja, ilyen pólókat mondjuk most is, ami rajta van, ilyen színes póló, az ilyeneket szeretem leggyakrabban hordani, ilyen kapusznis felsők, amiket még szeretek hordani, körülbelül ezek, amik a kedvenc dolgaim. A kedvenc tantárgyam az informatika és a testnevelés. Informatika azért, mert hogy ebbe az irányultságba szeretnék elhelyezkedni, informatikus rendszergazda programozó szeretnék lenni. Ugye a testnevelés is a kedvencem, mivel szeretek sportolni,
magasat ugrani, úszni, futni, és stb. Hát gimnasztikát azt nem szeretem. Távolugrás, kislabdadobás, ezek amik még olyan kedvenceim, viszont úgy gondolom, hogy ez is személyfüggő, tehát végül is valaki szereti, valaki nem. Ezért hoztam meg veletek ezt az információt. A középiskolai gondolatokról csak annyit, hogy a megváltandást, szakközépiskolát írtam első helyre, tehát abban jelentkeztem, mivel hogy az egy informatikus képző iskola, és ott eléggé jó informatikusok kerülnek ki onnan. 4 év alapképzés után egy plusz 5. év, az a technikusi elhelyezkedés biztosítja, és így tényleg jó informatikusok kerülnek ki onnan. Azt mondják, hogy nagyon nehéz suli, nagyon kemény, tényleg oda olyan nem menjen, aki nem tanul, pedig én általános iskolában tényleg nem is tanultam soha, megcsináltam az írásbeli házi feladatot, de többet nem, de hát szerencsére a fejemben megmaradt a tudás az óráról, mert odafigyeltem, és hát ezért következő órán felmérőkor ezt tudtam hasznosítani, ezért volt jó ez számomra. 2 testvérem van, mind a 2 lány, a kisebb 7, a nagyobbik pedig 12 éves, szerint 1. osztályos és 6. osztályosak, elég jó tanulók, a kicsi kap sok piros pontot, csillagot, a nagyobbik pedig 4-es, 5-ös között áll, attól függ, hogy milyen tantárgyról van szó. A mamám 69 éves, aranyos, kedves, gondoskodó, tehát még a vajas kenyeret is megkenni nekem. És hogy miért kezdtem el a videózást? Azért kezdtem el, mert ez egy olyan jó elfoglaltság, ami megtanít sok mindenre. Tehát egyszerűen a videózás egy király dolog. Néztem sokáig videósokat, tőlük tanultam meg az ilyen vágásokat, meg nem is most a vágásról lenne szó, hanem hogy milyen beszélstílussal beszélnek, milyen hangerőn. Ugye gameplayeknél én nagyon halkan beszélek, ilyen vlogoknál hangosabban, mivel a gameplayek azok ott készülnek, ahol mama van, mamával egy szobában van a számítógépen, és ott készülnek a videók, ezért inkább ott halkabban szoktam beszélni, amivel ha 1000 komment nem érkezett egy se, de nem baj, majd próbálok hangosabban beszélni. A vlogok meg itt, itthon készülnek, ahol alszom meg élek egyáltalán, viszont tudom, mamánál pedig a számítógép van, hogy azt kell tudni, hogy egy emeleten lakunk bérházban, nem könnyű az átjárás mamához, meg itthonra, tehát tényleg elég jó kis helyen lakunk. Azért kezdtem el a videózást, mert nagyon jó dolog, és hát egyszerűen lefoglalja az embert. Imádok vágni, beszélni nektek. Nem feltétlenül akkor készítem a videókat, ha unatkozok, mert egyszerűen nem tudok unatkozni azoktól a játékoktól, amit játszok a számítógépen, hanem azért, mert élvezem csinálni, alig várom a visszajelzéseiteket, hogy mit gondoltak a videóról, ha rossz lett a videó, miért, ha jó lett, akkor miért. Ezeket próbálom kijavítani, mondjuk ha egy videó rosszabb lett, akkor sikerüljön jobban, tehát ő mindig odafigyelnek arra, milyen visszajelzéseket kapok tőletek, ezért jó ez az egész dolog, ugye a videózás, mert megtanít nagyon sok mindenre, ahogy ezt már említettem is. Ezért elkezdtem 2014-ben, az a csatorna törlésre került, mivel nem volt annyira jó, akkor még nem értettem hozzá, de 2015-ben újra elkezdtem a videózást, és teljes gőzerővel folytattam, mindidáig és még ennél tovább is, amit tudom csinálni a videózást, csinálom, mert hogy imádom csinálni, jó dolog. Egyszerűen már hanyagjára mondom el, hogy jó dolog, már fogadom, hogy unjátok ezt, hogy már vagy 100-szor elismételtem, hogy jó dolog, de egyszerűen nem lehet kifejezni azt a szeretetet, amit a videózás iránt érzek, tehát tényleg kifejezhetetlen. Na de én Huberix voltam, ha tetszett a videó, azt jelezd egy lájkkal, remélem, hogy tetszett, elnyerte tetszésed, hamarosan jön a kérdezfelelek videó, én Huberix voltam, sziasztok!